Na mi a helyzet, gyerekek? Boldog új évet mindenkinek! Üdvözöllek 2020-ban! És még mindig búrog a jó reggét. Na, meg volt a szilveszter, elég csendes buli volt, a magyar házban sokat nincs, amit jelentsek onnan. Ja, jönnek majd a videók, meg az élőadások, csak el vagyok kicsit foglalva, segítek itt a barátoknak elhelyezkedni, akik Texasból költöztek fel. Na, de csak egy gyors kis videó, hogy mikor érkezek haza, hogy többet élőadásokban ne kelljen százszor válaszoljak a kérdésre. Január 27-én hétfőn este indul a repülőm a JFK-ről New York City-be, City mellett. És érkezek január 28-án kedden Budapestre. Közben Londonban lesz egy átszállásom, ott kell várakozzak 4 vagy 5 órát. De nem fogom elhagyni a repteret, csak ott a reptéren várakozok. Úgyhogy igen, január 28-án kedden délután 3:30-kor, ha jól emlékszem, de majd még pontosítok, mielőtt indulok innen. Érkezek Budapestre. Néhány napot ott fogok tölteni Budapesten, mert el kell menjek az amerikai nagykövetséghez, lejelentkezzek, hogy megérkeztem. Aztán majd egy barátom utánam jön Kolozsvárról, és elvisz egész Kézivásárhelyig, de fogunk egy kicsit időzni Kolozsváron. Egy napot vagy kettőt eltöltünk Kolozsváron, és akkor majd megyünk Kézdire. Tehát február, január 28-án érkezünk Budapestre, mondjuk 29-30-31, elsőjén elindulunk, másodika, harmadika Kolozsvár, tehát február 3-a, 4-e, valamikor akkor érkezek majd Kézdivásárhelyre, és egy darabig ott is fogok lenni, ugye ott van a családom, anyukám, nővérem ott laknak a családi házba, meg a nővérem kisfia Koppány, aki 7 éves, akit még nem is láttam. Tehát egyelőre is ott fogok lakni a családi házba. Aztán tavasszal meglássuk, hogy mi lesz, elkezdünk egy kicsit nézelődni. Tórján a tanyám, meg jövök Magyarországra majd 2-3 hónapra. Május vége felé, június eleje. Na, úgyhogy ennyi így dióhéjba. Hogy legyen egy olyan videóm ma, hogy mikor megyek végleg haza. Ez tényleg a végleges videó, repjegye meg van már véve, van egy jó ideje. A útlevél a zsebben van, ugye a Floridába felvettem. Majd még csinálok egy floridai összefoglaló videót, hogy hogy történt ott minden. De egyelőre csak ennyit röviden, hogy készülünk útra fel, gyerekek. Úgy néz ki, hogy lesz egy bucsubuli itt még a magyar házban nekem, mielőtt megyek el, nekem fogják szervezni a barátok. Mikor tudok több részletet, majd pontosítok, de talán január 25-én lesz, de még meg kell beszéljük a részleteket. Úgyhogy ennyi egyelőre, gyerekek. Jelentkezünk a napokba, Drónyos Vilinél élőadással, és én is még élőadással, meg videókkal, csak mondom, túl sok minden történt a napokba, és nem nagyon volt időm videózással foglalkozni. Na jó, akkor ennyit egyelőre. Boldog új évet még egyszer mindenkinek, egészségben, sikerekben, gazdag új évet, minden jót! El vagyok, nem a pát.